Török Árpád következik. Csip-csip csókával kezdünk. Valaki tímel a következik, ő is a gólyabótát játssza és a pünköstét. Vivian következik. A közelmúlt ünnepben a pünkösd alkalmából is a pünkösdet fogja játszani. Sipos Jászmin következik első számként Hegyi Kéti kantabali.
én Márderuszki Gíz etüdjét játszom. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, főleg a kiszongorásokat. Matkó Maja és Nagy Hanna fog mai zongora bemutatónkon játszani. És szokták mondani, hogy nem sokaság, hanem lélek. Hát nálunk ez pontosan érvényes, mert igaz, hogy kicsit csipett csapat vagyunk, de annál lelkesebbek. És hát szeretném, hogy akkor Hanna, te leszel az, aki ezt a bemutatót megnyitott. Nagy Hanna második éve tanul zongorázni, és két nagyon kedves dallal készült nektek. Az egyik a Virágéknál ég a világ, ez egy váltott kezes dalocska lesz, és a másik pedig a Tüzet viszek, ami már két kézzel, de uniszónó játékba. Gyere, Hanna! Thank you.
ügyes voltál. Azt el kell mondanom, hogy sem Hanna, sem Maja és Melinda is ugye, aki itt lenne velünk, ők nem játszanak elektromos zongorán, tehát ők most a vizsga kedvéért, egy pár alkalommal jöttünk át, nagyon-nagyon nehéz átszokni egy teljesen mechanikus zongoráról egy elektromosra. A billentés és minden teljesen más, viszont hát amőba típusok, mert nagyon-nagyon szuperül megoldották, úgyhogy gratulálok, Hanna, nagyon ügyes voltál. És akkor jön Maja, aki megvárja, hogy elrakjam a láthatót. Maja három pici kis dalocskát fog nekünk játszani. Az első kettő kétkezes uniszónó játék lesz. Az egyik az ABCD kezdetű dalocska, és a másik pedig a Hej tulipán tulipán. Igazi felnőttes zongorázás lesz, a kis kecelányom, méghozzá olyan kétkezes dalocska, aminek a jobb kezében már a dallam szólal meg, és a bal kézben pedig már kíséretet játszik hozzá Maja. Nagyon szépen köszönöm, hogy ez a kicsi zongora bemutató így, ahogy, de létrejöhetett. Harmadik kis Csimotánk, ő eltörte az ujját, úgyhogy szegény ő most nincs jelen, ő is nagyon-nagyon ügyesen teljesített volna, és gratulálok a lányoknak, és nagyon jó pihenést kívánok, és köszönöm szépen még egyszer, hogy együtt lehettünk. Mi is köszönjük.